and justice for all, avagy egy mindenkorra jellemző, mindig aktuális, általános mese kettős pont. Megint török zsenet ki Tamás Élt egyszer egy eleinte normális király. Egyszer átküldte a katonáit a jóboszorkány országán, potenciális célpont ország felé indított kötelező, fegyvergyáros zseb megtömő hadjárat a ürügyén. Igen ám, de ezen ártatlan masírozás közben a marcónavitézek véletlenül leromboltak egy-két kocsvalékgyárat, meggyaláztak hat-hét szent beszélőfát, és mire át-meg visszamentek, csak takarítani való maradt utánuk. A jó boszorkány fia, akit még nem avattak be a jó, csak a boszorkány kasztba elhatározta, hogy előnti az agyát vízzel, a szemét vérrel, és... Elreppenve a szabadság bávány előtt, elsöpör néhány tornyot, eleinte normális király várában. Csak azért, hogy nehogy má. Így is tett. A jó sírt. Fia a világ pont egyik felén hős lett, az ép másik felén pedig utálatos kőnek használták a papírmasé másolatait. Eleinte normális király elhatározta, hogy enged becsvágyának, hiúságának, és kihasználva népe első napos bélyegzési dühét, boszorkánynak kiált ki minden boszorkányt, hát ha erre majd bekerül a tékönyvekbe, és gazdagabban, híresebben létezhet az F bolygón. Így lett, hogy minden boszorkányt, a jókat is, becsmérelni, bírágatni, gyűlölni, félni, majd végül üldözni kezdtek. És így lett az is, hogy hirtelen mindenkinek igaza lett. A jó boszorkány fiának tényleg volt miért utálni eleinte normális királyt, eleinte normális királynak pedig tényleg volt oka világuralomra törni, és bárkit boszorkánnyá kikiáltani, aki ezen célja megvalósulásának útjában állt. Először a királytól és népétől morzsákat váró népek telhetetlen királyai csatlakoztak a hadjárathoz, később a tőlük félő beszari népek királyai is, és azért, hogy saját érdeküket, helyzetüket ne érje negatív nihil, bárkit nagyon szívesen, könnyű szóval, választékos kifejezés móddal boszorkánynak kiáltottak ki. Ha egy tanár Költő, író vagy énekes, egy tudós vagy felvilágosult és megvilágosodott bölcs ellent mert mondani a nagy világ megmentésnek, már ment is a legdíszesebb vendégnek a saját kivégzésére. Elég volt rámutatni és azt mondani, boszorkány. A világ ekkor három részre szakadt szét. Az egyik részen voltak az eleinte normális király és népesek gétnyaló, nyaló, haszonleső és beszari népek. A másik részén a jó boszorkány fiának igazat adó, de a jóhoz nem, csak a boszorkánsághoz konyító népek, akiknek feltűnt, hogy eleinte normális király, a boszorkány üldözés ürügyén, és az ártó varázslás és torony söprés megakadályozása és kiküszöbölése címszó alatt, kívánja kiterjeszteni a befolyását az egész világra. Kik tartoztak a harmadik részhez? Hát azok az emberi lények, akik a valódi tudást meglelve az egy világ egyetem világosságának, az életnek és szeretet kiáradásnak nyugalmában szemlélték az éjségszolgák háborúit. Ezt is csak úgy szemlélgették. Könnyet ejtettek földanya és ég atya fájdalmáért. Imát mondtak a virágokért és a lelkek tisztaságáért. Nézték a tévéadásokat, amikben látni lehetett, hogy eleinte normális király saját népének félelmét, nagyzási mániáját és a mindenkorban fejét felütő világhatalmi ambíciót kihasználva beszélt. Szemében a szituációt élvező félvigyorral, mozdulataiban fenséget imitáló gesztusokkal vette rá az országát arra, hogy szolgálja őt, meg a nagy védekezést. És az emberek vérszemet kaptak. Tetszett nekik, hogy gyengeségüket és félelmeiket világuralommal válthatják. Saját igazukat hajtogató és gyilkoló bekebelező, inváziójukat igazoló mozikat, kiadványokat ontottak a gyerekekre, akik mindent elhittek. Elnézték a mutogatásukat, a kikiáltásukat, a mágiákat, és Virágocskás levélkéket küldtek a halálosztagokban hősiesen szolgáló apukáiknak, azok pedig szívecskéseket viszont. A világ második része elhatározta, hogy felháborodik, mert az ugye tarthatatlan, hogy nem ő csinálhatja most ugyanezt. Ebből aztán olyan fenyegetőzés lett, és olyan kiabálásos, atrocitásos ez meg az, hogy a picsánál csúnyább szavak is elhangoztak. A nagy szemtelenség aztán oda vezetett, hogy már nem volt mit titkolni, szégyelni, és nyíltan, cécó nélkül, a gyerek előtt is, a veszíteni már semmit nem tudok őrületével intézte a dolgát minden résztvevő. Addig nyúztak, gázosítottak, mérgeztek, irigykedtek, lődöztek, kiabáltak, veszekedtek, gyilkoláztak, még meg nem ölték az első, a második, majd a harmadik rész képviselőit is valamint a földet olyanná nem tették, mint egy kődarab. Ekkor már csak eleinte normális király élt, a szupertitkos, szuperbüsztos, hermetikus, mindennel ellátott bunkerében. Eltelt pár hónap, és ő is kinyírta magát, pedig 80 évre volt készlete mindenből. Itt a vége, fuss el véle, jó iszakát, szép álmokat, mai gyerekek!